Mindannyian szimpatikusak, de lehet, hogy a jobbról a második kahaverkodnék először. Ő engem emlékeztet egyébként egy Jánoska nevű lányra, akit régen tökre bírtam. A legszexibb ő balról a második. Egyszerűen olyan pózban ül ott, hogy olyan kívánatos, hogy ő szinte kínálkozik. Egyenes derék, így bedobja a cicijét, meg olyan ábrándosan néz. De én fogalmam azt, hogy a többiek felé lenne rendelve ebben a helyzetben, aki van mondani valója, a többiek meg figyelnek rá, de szerintem ők egy banda. Én nem mondom azt, hogy ez egy főnök és három csicskás. Hát szerintem ő tűnik így a legidősebbnek is talán konzervatívabbnak. Lehet, hogy ő a főnök egyébként. Hát a két bal szélső abszolút nem. A mellettük ülő, tehát a jobb oldalt ülő, abban van valami plusz. De az meg lehet, hogy túl meg van zakkanva. Szóval az a veszély fennáll. A jobb oldali meg a jobb oldali is elég okés. Tűnik csak kicsit ilyen határozott. De hogy nagyon szép igazából a testtartás. Például a balról a második, az ilyen iszonyat módon ez, ahogy támaszkodik. Ez, tudom, hogy ez ilyen klasszik feminin idő, meg a csöcsök lónak, nem tudom, de én ettől rosszul vagyok. Férfias a feje, tehát szögletes. Mindegyik fejkerek, és az övé a legjobban közelít a négyzeted. Ez egy ilyen izgi, de egy ilyen nagyon nagy veszélyeket és labirintust rejt magába.